Nemrég 9 darab információs táblát helyezett ki a Klapka György Múzeum és a Város Marketing Kft. A Brigéció látogatóközpont mögött álló régi mémtelepen. Juhász Márton főkertész ötlete nyomán tavaly kezdték el a terület rendezését. Fákat, bokrokat, virágokat ültettek, valamint elhelyeztek egy szarkofágot utalva a látogatóközpontra, és az egykor itt álló vörösmészkőből készült szökőkút medencéjét. A Klapka György Múzeum 2004-ben rendezett kiállítást a komáromi lótenyésztésről és a méntelep történetéről. Ez, valamint Legáth István helytörténeti gyűjtő anyaga alapján készültek el a táblák. Alapvetően a méntelep története, a kezdetei, a parancsnokok, akikről említés szintjén vagy kicsit bővebben, hogy kiről mennyit tudtunk információt megszerezni. Az élet a méntelepen nagyon izgalmas volt, két világháború között, amikor úgynevezett humertus lovaglások voltak, illetve tenyészló kiejtások és vásárok. Ezeken a helybéli és a környékbeli arisztokrácia, színejava, katonai előkelőségek, hivatalnokok, főhivatalnokok jelentek meg, tehát nagyon, nagyon érdekes volt a megjelenteknek, a résztvevőknek a névsora. Illetve van nyilvánvalóan az itt dolgozókról is van tabla, amit még annak idején tudtunk gyűjteni, képet, információkat, illetve az itt tenyésztett lovakról is, lófajtákról is, egyrészt ilyen általános információk, másrészt pedig konkrétan olyan lovak is megjelennek, amelyek itt voltak a méntelepen elhelyezve. Ugye azért fontosak ezek a táblák, mert az emberek mondják még, hogy méntelep, de szépen lassan kiveszik ez az elnevezés itt Komáromban, és hogy szembesüljen, megőrizzük ennek a területnek a múltját, az emberek eljöhessenek, megnézhessék mégis, hogy mi volt itt régen. Tehát így módon a Komárom történetének egy kis szelete megőrződik. A tervek szerint hamarosan újabb táblákat helyeznek ki, ezúttal az állami gazdaság történetéről. A Klapka György Múzeum arra kér mindenkit, akinek fényképei, dokumentumai vannak erről a korszakról, keresse fel a múzeumot, hogy a jövőben gazdagítani tudják az információs táblákat.